Kedd éjjel érkezett haza Rióból Veres Amarilla, podgyászában ezzel a bronzéremmel, amelyet a párbajtőr csapat tagjaként szerzett. Az NVSC kerekesszékes vívónője egyéniben az 5. helyen végzett. Páké Béla tanítványa az eredménynél is jobban örül annak, hogy élete legfontosabb versenyén tudta hozni legjobb formáját. Bronzérem 5. hely, ez így nagyon szép kimondva, de én igazából sokkal jobban örülök annak, hogy amikor a vége volt a versenynek, akkor az ellenfeleim is úgy néztek rám, hogy na ez igen. És ez mindennél többet ér az eredménytől teljesen függetlenül. Az, hogy az életem legjobbját sikerült itt vívnom ezen a két napon, ez csodálatos. Szerda délelőtt Veres Amarillát és az olimpikon gyaloglót, Hellebrandt Mátét, valamint edzőiket köszöntötték a nyíregyházi városházán. Óriási eredményt értek el, én ezt gratuláltam most nekik is, a mestereknek is, és ilyen fiatalon, ilyen küzdeni tudás, ilyen koncentráló képesség, formaidőzítés, én azt gondolom, az egy nagyon nagy eredmény, amit elértek, a Máté és az Amarilla is, és hát ugye a város eddig is támogatta, ezután is fogja az olimpiai felkészülést is. Míg Veres Amarilla számára még frissek az élmények, Hellebrandt Máté már részletesen elemezhette riói szereplését. Így utólag azt kell mondanom, hogy van bennem egy kis hiányérzet. Igazából minden célomat teljesítettem, amit még a versenyt kitűztünk. Ugye az volt az elsődleges cél, hogy a londoni eredményemet helyezésben megdöntsem, illetve az időeredményt is. Ez mind a kettő sikerül, sőt egyéni csúcsot is döntöttem, aminek nagyon örülök. Viszont így utólag amiatt van egy kicsit hiányérzet, mert kaptam két figyelmeztetés verseny közben, ami miatt vissza kellett venni a tempóból, és így benne maradt a versenyben egy fél, de lehet, hogy egy perc is. A két sportoló két hétig pihen, aztán elkezdik a felkészülést a következő szezonra, de már mindkettőjük célkeresztjében ott van a 2020-as tokiói olimpia, illetve paralimpia.